A Kállai István által említett nemzetközi várostervezési gyakorlat záró prezentációján televíziónk is részt vett. A négy ország részvételével zajló programban többségében építőmérnök hallgatók dolgoztak a város problémás pontjainak megoldásában, a munkákat a Városházán mutatták be. Először gondolkoztunk azon is, hogy összekössük ezt a két központot, hiszen úgy hallottuk, hogy ez lenne a város előzetes megkérése, de úgy gondoltuk, hogy nem biztos, hogy ez egy jó megoldás, főleg a főúton történő fesztivál lezárások miatt, hogy ezt nem biztos, hogy ezt a részt kéne lezárni, hanem lehet, hogy itt kéne kialakítani a fürdő körül egy szélesebb sétálóövezetet. A várostervezési gyakorlat záró prezentációján Vizikata Veronika mutatta be először csapata munkáját. Hajdúszoboszló képviselőtestülete 6 problémás pontot nevezett meg a városban, ezekhez várták a hallgatók ötleteit. Itt próbáltuk azt feltárni elsősorban, hogy a nemzetközi szemlélet alapján milyen új dolgokat, amikre esetleg mi nem gondolunk, tudnak előállni, és én szerdán konzultáción egész egyedi ötleteket láttam, én nagyon nagy reményeket fűzök ehhez. A nemzetközi várostervezési gyakorlaton ausztriai, csehországi, oroszországi, valamint magyarországi tanárok és hallgatók vettek részt. A munkát végző 36 hallgató, többségében építőmérnök, de voltak köztük útépítéssel és közlekedés tervezéssel foglalkozók is. A város több pontján vannak közlekedéssel kapcsolatos gondok. Ezeket kellett megvizsgálnunk, pontosan 6 ilyen problémát kellett nekünk azonosítani, illetve feldolgozni. Ez kell különböző közlekedési, forgalomtechnikai, illetve akár építésre járó megoldásokat találnunk. Vegyes csapatokban dolgoztunk, elég sokan jöttek Csehországból, valamint Ausztriából, és néhány orosz is van köztünk. Sokat tanulhatunk egymástól. Tényleg jelentős különbségek vannak a nemzeti szabványok között különböző országokban, illetve abban is különbségek vannak, ahogy tanítják a tervezést a különböző egyetemeken. A nemzetközi várostervezési gyakorlatot a MEPS program keretében rendezték meg. Ezt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem út- és vasútépítési tanszéke szervezi. A program lényege, hogy a hallgatók közösen oldanak meg különböző városi közlekedéssel kapcsolatos problémákat minden évben a résztvevő országok valamelyikében. A mostani MEPS a 26. volt. 1990-ben kezdtük először. A hallgatók körében népszerű, tehát nagyon szeretik és szívesen jönnek. Egy elég intenzív, sok munkával járó dolog, de nagyon jól összekovácsolódik a társaság, és utána mindenki nagyon jó élményekkel távozik, tehát jellemzően az a visszatekintés, hogy jaj, de jó volt, mennénk legközelebb is.